Az uniós csatlakozás a lengyel közigazgatási térképet is átrajzolta. Azt a déli régiót, amely Krakkó és Tarnów környékét foglalja magába, immár hivatalosan is Kis-Lengyelországnak hívják. Évszázadok óta tudjuk, hogy lengyel-magyar két jó barát. De vajon ismerjük-e megfelelő mértékben egymás országát? A nagy népi kereskedések hullámának levonultával is szívesen jár ugyan erre a magyar utazó, ám a nevezetességek közül a megunhatatlan Krakkón kívül jobbára csak Zakopanét meg a Tátrát, esetleg a Vialicskai sóbányát, a regényes tutajozásra is használt Dunajec folyót és a mementónak szánt auschwitzi haláltábort ismeri. Magazinunk mostani számában arra vállalkozik, hogy építészeti szemmel is közelebb hozza a kis Magyarországhoz kis Lengyelországot. Lengyelországnak 16 régiója van, ezek közül jelenleg a Małopolska régióban vagyunk, ami magyarul Kis-Lengyelország régiót jelent. Ez nem azt jelenti, hogy kicsi ez a régió, egyik idegenforgalmi szempontból legjelentősebb régiója, és egy elég nagy régiója is Lengyelországnak. 3,5 millió lakosa van körülbelül, de ugyanakkor évente körülbelül 11 millió turista keresi föl. A Tátra Társaság egyik alapítójaként Szalai József volt a kezdeményezője a Dunajec folyón való turisztikai célú tutajozás megszervezésének. Az indítóállomáson, Sromovce Nizsnyében a Nemzeti Parkhoz illő fogadóépületet emeltek a vállalkozókedvű turisták számára. A gurál népviseletbe öltözött tutajosok a dunajeci áttörésen keresztül 18 kilométeren át kalauzolják az idegent a vadregényes sziklák között, a helyenként igencsak gyors folyású vízen, öt részből összeállított, minden fuvar után szétszedett tutajainkkal. Várak vannak, amit régebben még Magyarországhoz is tartoztak, mint például Nedeszvára, ami meglátogatható, és ugyanakkor szálláshelyként, alkotóházként szolgál. Ha manapság valaki elvetődik a festői Nedecbe, a történelmi magyar határhoz, azt látja, hogy Nedecvára és a Csorstini várom között széles víztükrű tó csillog. Ez meglehetősen új fejlemény, hiszen a Dunajec folyó vizét csupán 1997-től duzzasztották tóvá. Évszázadokon át itt húzódott a magyar-lengyel határ, s a völgyben kanyargó kis folyócska vizén átvezető gázlót a két középkori eredetű várból felügyelték. A tátrai hóolvadásból származó ismétlődő árvizek kezelésére, illetve vízi energia előállítására hozták létre a monumentális gátat és az erőművet, miáltal a Nedeci vár elveszítette ősi kapcsolatát a természettel. Megközelíthetetlen sziklavárból a féle vízparti kastély lett. 1310 körül végvárként építette Berzevici kakas, és egészen 1945-ig megmaradt magyar családok tulajdonában, noha a trianoni békeszerződésben Lengyelországhoz csatolták. Az évszázadok során jó néhányszor átalakították és bővítették. A szovjet csapatok feldúlták a várat, amelynek restaurálása 34 év alatt 1983-ra készült csak el Alfred Majewski professzor irányításával. A Vármúzeumban képet kaphatunk az erőd építés különböző korszakairól is. Látogatható a kínzókamra csak úgy, mint a várkápolna maradványai, amely manapság a II. János Pál pápát övező kultusz egyik színhelye. A Nedeci vár a középkori erődépítészet példaszerűen rekonstruált darabja, amely manapság a Dunajeci vízi erőművet vigyázza. Az eredeti Csorstin települést manapság épp úgy hullámsír fedné, mint az erdélyi Bözödújfalut, ha a völgy elárasztása, a víztározó létesítése előtt a lengyelek nem menekítik meg az egész falut. Maga a közösség egy magasabban fekvő részen építhette újra házait, de szétszedték és új helyen összerakták a régi, autentikus faházakat is. Ezekben most többnyire turisták töltik az időt közel a víztükörhöz, és akár a gurálok sajtkészítési szokásait is hiteles környezetben tanulmányozhatják. A kis lengyelországi tájkép elválaszthatatlan részei a fa templomok.
A Kárpátokat borító lucfenyők, jegenyék és vörösfenyők szinte kínálkoztak-e szakrális épületek alapanyagául. Nagyon jelentősek nem csak ebben a régióban, hanem egész Dél-Lengyelországban a faépítészetnek az emlékei. Röngfából épült templomok, és ezek közül 4 van ebben a régióban, amelyik a világörökség listájára fölkerült. Ezek közül a legszebb a Demnói templom. A Demnói világörökség listás műemléket, a Szent Mihály arkangyalnak szentelt fatemplomot a 15. század második felében vörösfenyőből és jegenyefenyőből épít. Meg egyetlen szög felhasználása nélkül. Belsejét több mint 500 esztendős naív festmények és díszítések ékesítik. Az ágaktól megfosztott fatörzs formájú feszülete még az épületnél is régebbi, a 14. századból származik. Kialakítottak fatemplom útvonalakat, vagy faépítészeti útvonalakat, így a kislengyelországi régióban több mint 1500 kilométer ennek az útvonalnak a hossza. Az úgynevezett zakopanéi építészeti stílus nem valamiféle organikus fejlődés eredménye, hanem a svájci gyógyüdülő építészeti stílusra adott sajátos lengyel értelmiségi válasz. Míg a Lengyel Tátrában is előszeretettel alkalmazott svájci stílus a nagy verandákat, teraszokat és erkélyeket, valamint az azsúr fafaragásokat részesítette előnyben, a zakopanéi stílus bensőségesebb formalkotásra törekedett. Kidolgozója Stanislav Witkiewicz író és festőművész volt, aki a jellegzetes gurál díszítést kísérelte meg szecessziós stílusjegyekkel ötvözni. Zakopané városában az autentikus építészeti örökség megóvására időközben már külön erőfeszítéseket kell tenni. Az üdülőhely túl sikeres lett, túl sok pénz áramlott ide, ezért építészeti vadhajtásokkal is szép számban találkozhatunk. Van azonban néhány olyan új létesítmény is, amely visszanyúlni látszik a Witkiewiczi tradícióhoz, és ez reménykedéssel tölthet el bennünket, hogy a gurál fővárosból nem vész ki a gurál szellem. Hoholau a mai formájában a 19.-20. század fordulóján létrejött élő skanzen falu, amelynek minden egyes házában ma is családok élnek és dolgoznak. Főutcája tökéletesen őrzi a hagyományos urbanisztikai településképet, új épületek is csak ebben a tradicionális stílusban jöhetnek létre. A hagyományos földszintes gurál kunyhók képezik ennek a népi építészetnek az alapját, amelyeket csúcsos zsindelytetőkkel fednek. A házak falai nincsenek bedeszkázva, és világos színüket az évente megismétlődő tavaszi falmosásnak köszönhetik. A fából ácsolt falu izgalmas feszültségben van archaizáló kültemplomával, amely akár a vidéki Angliában vagy Írországban is állhatna. Gyönyörű műemlékvárosok vannak, ami a magyarok szempontjából azért fontos, mert nagyon sok a magyar történelmi emlék ezekben a városokban. A kislengyelországi régió egyik nagyvárosából, Tarnovból kezdődtek annak idején a zsidó deportálások. Ám nekünk, magyaroknak Bem tábornok szülővárosaként is nevezetes. A legenyhébb éghajlatú lengyel város a 72-es szám bűvöletében él. 72 ár a gyönyörűen felújított reneszánsz piasztér területe. Tarnov ma 72 négyzetkilométeren fekszik, a bazilika tornya 72 méter magas, és épp 72 kilométer ide Krakkó. Tarnovot a 14. században alapították, de műemlékei főként a 16. századból származnak. Elsősorban Bem József kultusza tartja életben itt a magyar-lengyel barátságot, de nagy tiszteletben tartják Petőfi Sándort, sőt a Petőfi téren áll a Sepsi Szent György városa által ajándékozott székelykapu is. Tarnov város arról híres, hogy nagyon szereti Magyarországot és magyarokat. És ez a hagyományos a városunkban már régóta, történelmi években már nagyon ápoltunk a lengyel-magyar barátságot. Lengyelország és Magyarország közös nemzeti hőse Bem József Tarnov városának Burek nevezetű negyedében született, s a szíriai Aleppón halt meg Murad pasaként. A muzulmán hitre való áttérése miatt nem temethették újra a tarnovi katedrálisban, ezért a városi lövészegylet adott helyet mauzóleumának, amely egy mesterséges tó szigetén emelkedik.
Tarnów jest miejscem szczególnym. Tarnów épp úgy fontos nekünk lengyeleknek és a magyar barátaink számára is, mert itt született Bem József tábornok, az 1848-as szabadságharc legendás tábornoka. Szoborral és állandó kiállítással emlékezünk rá. 1956-ban elsőként itt alakult meg a Magyar-Lengyel Baráti Társaság. Szeretnénk, hogy Magyar-Lengyel Baráti Nap rendezvényei a jövő év márciusában nálunk, Tarnovban kerüljenek megrendezésre. Erre mindenkit szeretettel meghívunk. Tarnov városa több tematikus útvonalra szervezve mutatja be nevezetességeit. Van egy útja Bem Józsefnek, egy Jánz Csepániknak, a színes dia és a golyóálló mellény feltalálójának, illetve egy-egy a reneszánsz építészetnek és a zsidó múlt emlékeinek. A békés lengyel zsidó együttélést egy csapásra semmivé tették a deportálások, még a zsidó épített örökség emlékei is csak töredékesen maradtak fenn a precíz német hadigépezet működése nyomán. A reneszánsz emlékek megőrzése, főként a piasztér példaszerű rehabilitálása azonban kifejezetten sikeresnek mondható. 10-néhány évvel ezelőtt ez a főtér nem volt olyan vonzó, mint most. A különböző intézetek, önkormányzati hivataloknak és a múzeumnak köszönhetően felújították a teret, amely már vendégszeretően fogadja a tarnoviakat és a külföldi turistákat, így többek között a magyar barátainkat is. Nagyon örülünk, hogy Tarnovnak immár van egy olyan központja, ahol fogadni tudjuk a turistákat. A burkolatot az önkormányzat pénzéből újították fel. Az egyes épületeket magánbefektetők vásárolták meg és renoválták. A tér északi oldalán helyezkedik el a Vármúzeum. Az aránylag jó állapotban volt, így a felújítása is kevesebb összegbe került. A Városháza épületét most újították föl. Szellemes köztéri szobrok, utcabútorok teszik élhetővé a kisvárost. Sőt, még a hajdani egyetlen városi villamosvonalnak is urbanisztikai emléket állítottak. A tarnovi katedrálisban ott jártunkkor éppen papszentelés volt. 32 ifjú ember vált az egyház szolgájával. A templom szomszédságában nem csak az első Wojtyla szobor található, amelyet még a lengyel pápa életében állítottak fel, de impozáns szakrális gyűjtemény is. Tarnovban található a magyar megrendelésre született erdélyi körkép több darabja. A Jánz Tika vezetésével készült óriás festmény, amely a Bem által megnyert nagyszebeni csatát ábrázolja, eredetileg 15 méter magas és 120 méter hosszú volt, de szétszabdalták és részletekben értékesítették. A tarnoviak heroikus erőfeszítéseket tesznek a panorámakép minél több részletének összegyűjtésére és bemutatására. Looking at the architecture of Krakow, Krakó építészetét tekintve két dologról kell említést tennünk. Először is Krakó szemben más lengyel városokkal, például Varsóval vagy Wroclawval nem lett lerombolva a második világháborúban. Ami azt jelenti, hogy minden műemlék, templom, kastély és ház eredeti. A feladat ezek felújítása, szép tétele volt. Make it look pretty and nice. Több mint 110 templom van Krakóban, ami szintén egy ritkaság számba menő. Itt van a Barbakán, itt vannak még megmaradt kapuk, mint a Florianska kapu, de itt van a Szukjenica, a főtér, a Közép-Európa egyik legnagyobb főtér, ami teljesen műemlékekkel van beépítve. Krakó főtere a legnagyobbak közé tartozott a középkori Európában, és már 1257-ben kijelölték határait. Itt található a nevezetes posztócsarnok épülete, a Városháza tornya és a Mária templom is. E becses műemlékek mellett azonban Krakó társasági központja is, ahol egymást érik a legkülönbözőbb kulturális és egyéb rendezvények. A Mária templom trombitása pedig olyan attrakció, amihez órát lehet igazítani. Krakó neve a mondabeli Váveli sárkány legyőzőjének, Krak fejedelemnek a nevét őrzi, de a valóságban a sorjázó lengyel királyok tették naggyá. Krakó és általában a lengyel városok mind körbe voltak véve fallal.
És ezeket a falakat a 18-19. Században lebontották, azért, mert már egy kicsit tönkre is mentek. Most a Faveli dombon vagyunk, ahol a századokon át a lengyel királyok székhelye volt, és a lengyel székes egyház, ahol koronáztak a lengyel királyokat. Ott a temetkezési helye is volt, és most is láthatóak a lengyel királyi sírok a Faveli székes egyházban. A katedrális, a harmadik templom ezen a helyen, de itt tulajdonképpen minden stílus látható. És az, ami fontos a magyaroknak, azok lengyel és magyar kapcsolatok. A Waweli magaslaton nem csak a királyi palotát találjuk, de a székesegyházat is, ahol magyar szenteket és királyokat is eltemettek. Itt van a Szent Hedvignek a sírja, aki magyar származású királynője volt, Nagy Lajosnak a lánya. És 1997-ben szentté avatták, amikor a II. János Pál Krakóba járt, az ő földi maradványai kis kupolsóban vannak, a fekete kereszt alatt, ahol a hagyomány szerint Szent Hedvig szokott imádkozni. Bátori István erdélyi fejedelem volt, és lengyel király. A kriptában Bátori Istvánnak a sírja, a szárkofágja található. A régi koronázási ünnepi menet útvonala egyúttal az óvárosi műemlékeket is felfűzi a Barbakantól egészen a Waweliig. A példásan megóvott építészeti emlékek mellett léptennyomon II. János Pál kultuszába botlunk. A lengyel pápa, a hajdani krakkói püspök soha nem tagadta meg szeretett városát, még Róma kedvéért sem. A legrégebbi lengyel univerzitász, a Jagelló Egyetem 1364-ben alakult. A legpatinásabb fennmaradt épülete a Collegium Maius, de figyelemre méltó a neogót Collegium Novum is. A Collegium Maius ma egyetemi múzeumnak ad helyet. Itt található a híres 1508-ból származó Jagelló Globus is, amelyen először a világon Amerika is fel lett tüntetve. The question now is how to implement new architecture. Most az a kérdés, hogyan ágyazzuk be a modern építészetet a régi szerkezetekbe úgy, hogy mindez egységes maradjon. Jó néhány új beruházás zajlik a régi város központ területén, vagy annak tőszomszédságában. Főleg természetesen új szállodák épülnek, de ami még fontosabb, új múzeumi projektjeink vannak. Például ebben a negyedben, Kazimierzben. Egy új holokauszt múzeum épül majd. Oskar Schindlerről is megemlékezve, akit a Schindler listája című film tett igazán ismerté. Auschwitz meglátogatása sokaknak túl megrázó élmény, amelyet fel kell oldani valahogyan. Ennek érdekében a Kazimierz nevezetű krakói város részében valóságos zsidó turizmus alakult ki. Zsidók alig maradtak a városban, bár a bővérű Nagy Kázmér lengyel király a fáma szerint zsidó kedvese Eszter kedvéért alapította a települést 1335-ben. Ettől függetlenül a Kázmér negyedben példaszerűen felújították a zsinagógákat, főterén, piaszterén és a Szeroka utcában hangulatos kávézók és kóser éttermek várják a látogatót. Sőt, a nyár közepén zsidó kulturális fesztivált is rendeznek a temető szomszédságában. Az öreg zsinagóga valamikor a 16. század első felében épült, a Remu zsinagóga 1557-ben, a Popper zsinagóga 1620 körül. A Kázmér negyed 1978-ban került fel az UNESCO világörökségi listájára. Sajátos kettősség jellemzi ezt a területet. Miközben szinte minden utcasarok a holokausztra emlékeztet, egyúttal a túlélésről is beszél. A gazdag zsidó kulturális tradíció úgy mentődik át, hogy voltaképpen nem maradt meg a közeg, amely organikusan éltetni tudná. A multikulturalizmus azáltal is jelen van, hogy a Kázmér negyed jelentős katolikus templomokkal, búcsújáróhelyekkel is büszkélkedhet, és a kétféle vallási turizmus is békésen megfér egymással. A krakói zsidó negyed kézenfekvő rehabilitációs megoldásai pedig példaként szolgálhatnának a mostohasorsú pesti zsidó negyed számára is.
Krakkóv manapság is emberléptékű városnak tekinthető. Korábban és jelenleg is olyan szellemi nagyságok választották lakhelyül, mint Czeslaw Milos és Wisława Szymborska, Nobel-díjas költők, Slavomir Mrozek és Stanislav Lem írók, Stanislav Wispianski festőművész vagy Andrzej Wajda filmrendező. Az utóbbi kezdeményezésére jött létre Krakkó egyik legfigyelemreméltóbb modern épülete, illetve az ennek helyet adó kulturális intézmény, a Manga Múzeum, amely a japán művészetet mutatja be Felix Jasinski koncepciója szerint. Manga. It was built some 15 years ago. A manga mintegy másfél évtizede épült egy nagyon híres japán építész Arata Itsuzaki tervei alapján lengyel építészek közreműködésével. A projektre a világhírű lengyel rendező Andrzej Wajda adta a pénzt, aki egy különleges díjat kapott a japán államtól, melynek összegét erre a központra fordította. Manapság két funkciója van. Egyrészt működik benne egy kivételesen értékes, állandó japán művészeti kiállítás. Másrészt időszaki kiállítások keretében mutatják be híres japán cégek technológiai újdonságait. A múzeum a Visztula partján Wawel várával szemközt kapott helyet, és izgalmas feszültségben van a históriai örökséggel. A Tátra egyik legszebb csúcsára, a Kasprovi Viercsre két szakaszból álló felvonó visz fel, amelyet a lengyelországi műszaki csúcsalkotások között tartanak számon. Odafent, az 1987 méteres tengerszint feletti magasságon még nyáron is hófoltokban gázolhatunk, s csodálatos kilátás nyílik az öt lengyel tó völgyére. Ezzel a látvánnyal búcsúzunk Kis-Lengyelországtól, amely annyi természeti és építészeti szépséggel ajándékozott meg bennünket.